Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit! Takács Gergely vagyok, és arról fogok önöknek beszélni ebben a videóban, hogy én miért csatlakoztam a DXN Ganoderma kávés üzlethez. Mi ez a maskara? Atya, úristen! Még ráadásul kamera előtt? Na gyorsan, úristen, ezt gyorsan levesszük. Csak a haverok meg ne lássanak így. Jaj! Úristen, szabaduljak már meg ettől mindentől itten. Jaj, tűzze vele! Na, sziasztok! Hú, így már sokkal jobban érzem magam, beszélgessünk már egy kicsit. Ja, bocsi. Na, sziasztok! Hát, újra kezdem. Takács Gergő vagyok, a kávékirály, aki még nem ismerne esetleg. És most tényleg elmondom, hogy én miért csinálom ezt a DXN Ganoderma gombás kávéüzletet. Hát legelőször is nagyon fontos pontnak tartom, hogy megemlítsem azt, hogy nem azért csatlakoztam MLM üzlethez, hogy öltönyben rohangásszak. Egyik nap még rövidgatyába, pólóba vagy anélkül biciklizgetek, gördeszkázok, kutyát sétáltatok, másnap meg szépen öltönyben mászkálok az ismerőseimhez mappával, a honnumarat meg telefonálgatok nekik, hogy gyertek már, mert van egy nagyon szuper lehetőségem, és ezt muszáj, hogy elmondjam nektek. És telefonon nem lehet. Ez még az old school volt, amikor még semmit nem árultak el. Hát először is ez, hogy... mi kutyák is vannak, hallom, mi van itt? Na, szóval először is, hogy tehát nem öltönyben akarok rohangászni, és nem akarok magamnak egy második főnököt sem, jó? Tehát nekem senki nem mondja meg, hogy én vegyek fel egy öltönyt, amúgy se. Nagy nehezen rám lehet erőszakolni, de ha nem akarom, akkor nem veszem föl, és nem akarom fölvenni. Főleg úgy, hogy a szabadidőmben, amikor építem ezt az üzletet a magam módján, majd erről is fogok beszélni, erről a magam módjáról, hogy ez mit akar, akkor ezt nem öltönyben akarom tenni. Hanem akár így, ahogy most vagyok, vagy még kevesebb ruhában, online a számítógép előtt. És már említettem azt is, hogy nem akarom hívogatni az ismerőseimet, nem is fogom, eddig se igazán tettem, hogy jöjjenek már, beszélgessünk egy kicsit. Igaz, hogy 15 éve nem találkoztunk, meg utoljára még középiskolában idegesítettük együtt a tanárokat, de gyere már, mert most van egy nagyon jó üzleti lehetőségem, tehát ezt se fogom csinálni. Nem mondom, hogy nem követtem el amatőr hibákat a pályafutásom elején, nem mintha most profi lennék, de csináltam pár baklövést, pár hülyeséget, de nem úgy kívánom építeni az üzletemet, mint mondtam, hogy személyesen találkozgatok, szépen öltönyben kiöltözve, telefonálgatva. Hanem az interneten csinálom a dolgom nagy részét, ugye nyilván ezt a videót is látjátok most így feltöltve a YouTube-ra, Facebook-ra. Én így dolgozok. Ennek az is az ok, hogy elég egy antiszociális ember vagyok, tehát mondhatnánk azt is, hogy a számítógép az egyik legjobb barátom. Úgyhogy én nem nagyon vagyok ilyen face-to-face, azt nem azt jelenti, hogy nem fog senkivel találkozni esetleg, aki azt igényli, de nem ez a fő dolog, amit szeretnék csinálni. És mivel itt a DXN-nél nekünk igazából ilyen normális kereteken belül semmit nem szabnak meg, tehát mindenki személyre szabottan, saját szájíze szerint úgy építi ezt az üzletet, ahogy akarja, ezért ez pont nekem való. És én most eljutottam egy olyan pontra, hogy elgondolkodtam azon, hogy én valójában mit is csinálok mostanában, mert csinálgattam elég sok mindent, tehát végigpróbáltam dolgokat, volt, amik működtek, volt, amik nem. Aztán most így igazából ugye a saját, hát részben a saját magam szórakoztatására is ugye csinálok mindenféle videót, de mondjuk azt, hogy nagyon kevés százaléka az, ami esetleg üzleti prezentáció, szerintem igazából ilyen akár egy-két videó akad, de az is nagyon... hogy is mondjam, így eltér a többitől szerencsére, mert nem kívánok olyanokat csinálni, mint a többiek. Illetve ugye a nagy többség, tehát a tucat dolgokat ugye senki sem szereti. És hát nálam most minden ismerül ki, ez az online hálózatépítés, illetve ez a gombás kávé üzlet, ugye az interneten. Nagyon tetszik nekem az, hogy a cég biztosít számunkra egy ingyenes honlapot, ami hamarosan meg fog újulni, tehát még szuperebb lesz, még több funkcióval, még jobb kinézettel. És igazából itt én azt mondanám, hogy így a 21. században én azt tartom már az online hálózatépítésnek, hogy az ember
bárhogyan is, de így megmutatja a honlapjának a linkjét valakinek, akár azt mondja, hogy átküldi telefonon, vagy bármi, vagy egy névjegykártyán odaadja, vagy azt mondja, hogy fényképezze az automat, ott van rajta a honlapon kiírva, ezt meg is tették ma például, és akkor akit érdekel, az megnézi, és utána megkeres. Mert én személy szerint, tehát hiába szeretek én is venni dolgokat, meg rengeteg dolgot megveszek néha, még akár hülyeségeket is, jó egészségtelen kajákat, például édességeket, megveszem én magamtól, amit akarok, de az, hogyha valaki nekem el akarja adni, és mondjuk már egynél többször próbálja rám sózni, akár még udvariasan is, az már taszít engem, és én még egy ilyen türelmesebb fajtából való vagyok, és szerintem az emberek még nagyobb többségét még jobban taszítja az, hogyha így nyomatják neki a dolgokat, és el akarnak adni. Úgyhogy nagyon tetszik nekem az, hogy a cég ezt a honlapot a rendelkezésünkre bocsájtotta, és igazából én azt csinálom, hogy a lehető legtöbb helyre igyekszem ezt a kávékirály.hu, tehát hogyha ezt beütitek, így ékezettel, meg ékezett nélkül is ki fogja adni az oldalamat. Az autómon ott van, a biciklimen ott van, pólómon ott van, hogy mutasson meg. Így. Még egyenlőre a talkomra nincs oda tetoválva, egyenlőre. Aztán azt is látjátok, hogy gusztustalan, pofátlan módon minden videómnak ide a... Hol az ujjam? Ide a bal, meg a jobb sarkába, az angol, meg a magyar oldalamnak a nevét odarakom. Meg ugye mindenféle létező beírásba, ahol... Vagyis, hogy ilyen videó leírásba, meg posztba, ahol engedi az internet, akkor én oda szoktam rakni az oldalamat valamilyen ürüggyel. Valamilyen formán mindenképpen kapcsolódik a videó témájához az, hogy miért kávé királykodom. Tehát igazából nálam mostanában ebben merül ki az online hálózatépítés. Én próbálkoztam azzal is, hogy hát Facebook csoportokban való osztogatás az szerintem nagyon lejárt, vagy legalábbis nekem nem, én inkább azt mondom, hogy nekem nem jött be. Na most én, amit ebben a videóban mondok, az mind az én szemszögemből van, mind az én véleményem. Ezt nem kell készpénznek venni, meg elfogadni se kell, mindenki úgy csinálja, hogy akarja a dolgait. De mondom, hogy nekem nem jött be, nem is szeretem csinálni, meg már ugyebár spam tevékenységnek is minősül ez bizonyos szinten, ez a Facebookon osztogatás. Aztán az online hirdetések feladása, nagyon nyomattam, gőzerővel, naponta nem tudom mennyi hirdetésre ráálltam, és én szerintem abból nekem nem volt konkrét forgalmam, úgyhogy leálltam vele úgy az utóbbi hónapban, tehát már nem is frissítettem a hirdetéseimet. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem működik, vagy lehet, hogy rossz oldalakon hirdettem, De ezt sem csinálom, úgyhogy én mostanában ráálltam arra, hogy igyekszek videókat csinálni minél többet, minél változatosabb témákban. Kicsit néha idiótákat is, kicsit néha nagyon idiótákat is, igen, olyanokat is, meg komolyabbakat is, termékes videókat is, sportról, bármiről, és mindenhol. Hát én ezt csinálom, lehet, hogy valakinek nem tetszik, de ez se a célom, mert ugye nem... Még ha valaki nagyon-nagyon patent módon csinál valamit, az se fog mindenkinek tetszeni. Sőt, rengeteg troll van a mai világban, és sajnos így észrevettem így a mások csatornájának a YouTube kommentjeinek az mások YouTube csatornájának a kommentjeinek az olvasgatása közben. Tehát úgy se fog senkinek, illetve mindenkinek tetszeni, amit csinálok, úgyhogy teljesen mindegy, nem is törekszek arra, hogy bárkinek megfeleljek. Amire én azt mondom, hogy én jót röhögtem a videó közben, vagy miután megnéztem, vagy bármi, akkor azt mondja, hogy ez így fajn, és akkor ez így mehet ki a világhálóra, aztán valamilyen formában úgyis ott van az oldalam, aki akarja, megnézi, aztán megkeres. Tehát én ezt így csinálom most. Nem mondom, hogy így kell csinálni, mert rengetegen vannak, akik pont az ellenkezőjét csinálják, hogy esetleg kicsikét társasági emberek, vagy nem is feltétlenül azt jelenti, hogy nem társaság, hogy társasági embernek kell ez lenni, de én mondjuk, hogyha valami haverommal, vagy valakivel beszélgetek, nem egyből azt fogom, én valahogy nem tudom, van elég vastag bőr a pofámon, de valahogy nem tudok rá kitérni ugye az utolsó pár mondatban, hogy nézd már meg az oldalamat, mert valahogy úgy is fogja tudni, hogy ott már bevásárolni is ilyen cuccokba megyek, hogy rám van írva, tehát aki nem veszi észre, az nem is akarja észrevenni. Úgyhogy én ezt így csinálom. Hát ez vagy jó, vagy nem jó. Én egyelőre most ezzel így vagyok, és azt vettem észre, hogy minél jobban nem nyomatom a dolgokat, annál jobban keresnek az emberek, annál jobban érdeklődnek. Szerintem nem kell, tehát én azt vettem észre, hogy akár talán a hírlevelekre is azt mondom, egy pár darabra föl vagyok iratkozva, de úgy vagyok vele már, hogy az e-mailek is olyan szinten, hogy a sok e-mailt kap az ember, hogy már a hírlevelekről, nagyon sok hírlevélről azért iratkoztam meg, de nagyon, nagyon értelmes, nagyon jó hírlevelekről, mert egyszerűen idegesített, hogy csak raktam őket félre, hogy olvasatlan, és bosszantott, hogy ott vannak olvasatlanul, és nem fogom csak úgy kidobni, tehát úgy letörölni, mert ugye jó értelmes tartalmak voltak.
Meg is írtam egy-két embernek, hogy mondom, nagyon jók, amiket csinálsz, de úgyis rá fogok menni, vagy a YouTube csatornádra, vagy az oldalad, amikor időm van. Csak a hírlevél egyszerűen így eláraszt, így nagyon nyomasztónak éreztem. És szerintem mostanában nem is hírlevelezek, ennek az az oka is megvan, hogy ugye megújulnak majd a weboldalak, és hát azt hittem, hogy kicsit hamarabb fog sikerülni, de még így kicsit húzódnak ezek a dolgok, ami nem baj, ez így alakult, és gondoltam, hogy majd, hogyha beindul az új rendszer, akkor majd úgy elkezdek valószínűleg még ilyen hírlevelet küldözgetni, milyen új blogbejegyzést csináltam, milyen videót csináltam. Tehát igazából ezekről a dolgokról, amiket így csinálok online, így kiküldöm azoknak, akik feliratkoztak hozzám, vagy esetleg így a munkatársaimnak, tehát így a hálózatom tagjának, úgy értem, hogy akik így a DXL üzletbe, vagy a termékek fogyasztása miatt regisztráltak, vagy esetleg pénzt akarnak keresni. Nekik is el szoktam küldeni, hogy nézd meg, aztán hát, ha találsz benne valamit, amit úgy te is hasznosítani tudsz, vagy esetleg te is így akarod csinálni, vagy éppen nem így akarod csinálni, mert az is egy nagyon jó dolog, hogy megnézi valaki, hogy hát ez tiszta hülye, mondjuk egy engem megnéz valakit, ez egy gyökér, hát hogy lehet ilyet csinálni, és mégis működik, mégis jó a termék, mégis jó a marketingterv, mégis ott van a cég és működik, hát hogyha egy ilyen gyökér, kopasz atlétás csávó, mint ez itt, aki most nyomatja ezt a videót, hogyha ezt tudja csinálni, akkor én is. Mert van, aki így fog, ráismerek ilyet is, hogy pont az ellenkezője motiválta be az illetőt. Tehát így van. Még itt a videó végére, aki esetleg, illetve hát nem is a trolloknak mondanám, mert a trollok azok úgyis egy olyan fél perc után mondanak véleményt a dolgokról, de nem tudnak, mert nincsenek komment lehetőségek itt a csatornámon, tehát én ezt is tudatosan így állítom be, hogy aki akar, megkeres. Nekem persze vannak rengeteg jóindulatú hozzászólók is, meg tetszésnyilvánítások, vagy esetleg korrekt, negatív jellegű, de épít, tehát negatív, de építő jellegű kritikák is, de nekem pont elég, mint találkoztam egy pár olyannal, hogy akár más csatornája alá, aki engedi, odaírtam a véleményt, tehát egy normális dolgot, nem is tudom már miben, ilyen kutyasétáltatós témában írtam oda egy pár sort, és valaki olyat írt oda, hogy egyszerűen így ledöbbentem, aztán így, mondom, készen, mondom, nekem ezért nincsenek ott, mert nincs erre energiám, hogy másnak a hülyeségét törölgessen, moderáljam, főleg, hogy vitába szálljak vele, azt már régóta nem. Tehát ez sem lehet. Na de arra akartam kitérni, hogy közben itt ugye a videó úgy kezdődött, hogy én így egyszerűen így leszaggattam magamról az öltöny, mert ugye én ezt nem szenvedhetem. Na most ezt senki, aki öltönyben építi ezt az üzletet, illetve egy elegáns megjelenésű hölgy vagy úriember, és szeret öltöny hordani, jól is áll neki, meg egyszerűen ugye magának érzi, az ne úgy érezze, hogy én megsértettem őt, senkit nem állt szándékom megsérteni, én rühelem az öltönyt, ne jobban van áll ugye rühelni az öltönyt, de attól más szeretheti. Most hozzáteszem, hogy nekem a felső vonalam, a közvetlen szponzorom is egy nagyon elegáns úriember, de az utána követ, tehát aki neki a szponzor, a felső vonalom egy hihetetlen jó megjelenésű, nagyon szépen öltönyben, vagy ha nem is öltönyben, de nagyon elegánsan tud megjelenni, ilyen formális ruhákban, de hát ő is nagyon szépen öltözködik. Tehát lehet ezt így is csinálni. Van egy szint, ami felett esetleg már elvárás, hogyha mondjuk az ember előadást tart egy nagy közönség előtt, illetve van egy bizonyos ilyen dress code, ilyen öltözködési kódex, hogy hát bizonyos rendezvények azért megvan adva, vagy azért úgy megvan az a határ, ami alá ne menjünk. Hát fölé nagyon nem lehet menni, mert most mit fogok fölvenni, ugye öltöny nyakkendőnt, azt már nem lehet eltúlozni, de elegánsan kell megjelenni. Ugye ezt elfogadom. Nagyon remélem egyébként, hogy nem sokára belekényszerülök abba, hogy én öltönybe így parádészhassak idézőjelbe, mert az azt fogja jelenteni, hogy én ki tudok mozdulni itthonról egy olyan szinten, hogy legalább egy napra is elmenjek egy olyan előadásra, holott egyébként most ez ne jöjjön rosszul, engem nem érdekelnek így ezek az előadások, hogy elmenjek rájuk, mert hála a Jóistennek, annyira rugalmas a cég, tehát annyira nagy hangsúlyt fektet az online üzletépítésre, hogy minden előadást felraknak, hát vagy a YouTube-ra, vagy pedig egy belső, az intranet nevű rendszerbe. Tehát különböző módokon el lehet érni azoknak, mint például nekem, aki mondjuk nem tudok utazni, majd elmondom miért, így előadásokra. Tehát aki nem akar, annak nem kell elmenni, de úgy is tud tanulni, ismereteket szerezni, bármit, művelődni, akár termék, akár üzleti témában, tehát nem kötelező. De én nagyon szeretnék már eljutni arra a szintre, ez is egyik célom, hogy ugye tudjak így mondjuk egy napra így felutazni valahova, hogy ne kelljen hazarohannom kutyát sétáltatni, és akkor itt most ugye miért csinálom ezt az üzletet. Hát azért csinálom, mert végülis ezek ilyen egyenlő fontossággal bírnak ezek a dolgok. Tehát az egyik az, hogy észrevettem azt, hogy elég régóta, hogy bizony éppen, hogy ugye hónapról-hónapra mondjuk jól elélek, ugye meg is tudok hízni akár sajnos, elérdegélek, de az a havi fizetés az úgy simán elmegy. Mondjuk talán egy picit félre tudna rakni az ember, de úgy igazából amit keresek, az úgy elmegy mindenre.
benzinre, számlákra, kajára, kutyakajára, az nem olyan sok egyébként, meg minden másra, ami így havonta kell, és hozzáteszem azt, hogy nem is élek nagylábon, nem, ugye nem tudok eljárni wellness hétvégére, vagy ki tudja mi a francra, amire úgy mit tudom, mint az átlag emberek eljárkálnak. Tehát nem élek nagylábon, de mégis elmegy a fizetés. És azt mondom, hogy ez így nem jó. Ráadásul ugye fizetés, hogy dolgozunk, fizetjük a nyugdíjjárulékot, meg a TB-t, minden, és nem is biztos, hogy lesz nyugdíj. És a másik, hogyha lesz is, akkor én nem ennek a, most 190 ezer forintot kapok körülbelül, havonta, nettóba, ami mondjuk más fizetéshez képest lehet, hogy jó, de ez engem nem boldogít, más is keresen sokkal többet, azt kívánom neki, de ennek a, mit tudom, most 190 ezer nettónak majd nyugdíjasként megkapom, ha lesz nyugdíj, megkapom a mit tudom én hány százalékát, és akkor az ugye infláció lesz, most akkor az mennyit fog érni? Na, tehát akkor mit fogok belőle enni, meg úgy általában mi lesz? Az öregek otthonát fogom-e tudni fizetni, vagy nem tudom mi a franc lesz, tehát hogy nem akarok a nyugdíjamra támaszkodni, ami lehet, hogy nem lesz. A másik meg az, hogy a nyugdíjkorhatárat feszegetik, ugye, hogy 62 vagy 65, meg még csúnyább számokat ne is mondjak. Na most baromira, nem azért, mert én egy rohadt lusta ember vagyok, de egyébként egy kicsit igen, de most belegondol az ember, hogy én vagyok most éves, és még dolgozzak, nem tudom, 20-valahány évet, hogy nyugdíjas legyek. Na most az ember, szerintem a legtöbb ember sajnos Magyarországon se fizikailag, se idegileg nem fogja ezt bírni, és ahogy én most észreveszem, vagy érzékelem így a dolgokat körülöttem, hát hogy még fizikailag még csak, de idegileg, tehát nem tudom, nem igazán akarok a sárgaházba jutni, meg ilyen nyugtatókat szedni, meg tönkre menni tényleg így egészségileg, idegileg, mire nyugdíjas leszek, és ugye akkor mire az ember elkezdené kapni a nyugdíjat, addigra megmurgel, mert sajnos nagyon-nagyon sajnálom egy közeli gyerekkori barátomnak az apukája. Hát egy éve, nem is tudom, hogy láttam, hogy teljesen jó fizikumú volt, legalábbis egy kinézetre úgy nézett kezdtem, pont láttam, hogy mire nyugdíjas lett, vagy akkor ment nyugdíjba, akkor meghalt. Hát nagyon, hogy most ez tényleg idéző, hogy nagyon-nagyon-nagyon pozitívan cseng ez az egész, meg nagyon nagy reményeket lehet hozzáfűzni, hogy az ember majd eléri a nyugdíjas kort. Hát igen, ha eléri, meg hogy milyen állapotba éri, meg hogy mennyi pénzt keres. Jó, tehát ez az egyik. Aztán a másik, hogy én ugye egy panelparaszt vagyok, tehát egy lakótelepi gyerek vagyok, kiköltöztem egy időre kertesházba, ott lett három kutyám, aztán visszaköltöztem panelba, mert úgy alakult a családi állapotom, és most ezzel a három kutyussal, akik egyébként tündériek, meg nagyon jól neveltek, aranyosak, ezekkel itt lakok ebbe a panelházba, és mert gyorsan kellett mozdulnom, úgy éreztem, hogy akkor gyorsan kell mozdulnom, és ez sikerült, tehát kertesből panelba sikerült költözni, ami nem egy jó megoldás volt, de akkor ezt meg kellett lépjem. És azóta nem költöztem kertesházba, és ezt szeretném, hogy annyi pénzem legyen, hogy egy normális, tehát nem kell itt föltől elrugaszkodni, egy olyan kertesházam legyen, amit mondjuk egy ilyen gyerek, aki mondjuk igazából nem értek semmihez, tehát én nem, ha valaki megmondja, mit csinál, akkor segítek a burkolónak, vagy a festőnek, vagy akárként, de én magamtól nem akarok építkezni, meg ilyeneket csinálni, mert abból jó nem sül neki. Tehát legyen egy ház, ami az viszonylag nem kell hozzányúlni, vagy ki tudom fizetni esetleg a felújítását, egy-egy kisebb dolgot, jó kerítése legyen, tehát az a legfontosabb, jó helyen legyen. És hát ennek van egy minimális költség, ami, hát most mit mondjak nektek, talán 20 millió forint, vagy 30 millió, én nem is tudom, nagyvárosban ráadásul. Most akkor én Miskolcon lakom, hát itt a környéken el tudok képzelni egy-két helyet, csak amit én elképzelek, az lehet, hogy éppen drágább környék, de mondom, nem nagy szólási hóborton van, de ez, hogy egy kertesházat szeretnék. Aztán, hogyha még onnan dolgozni kell járnom, hát egyefene, de már ez egy jó dolog lenne, illetve lesz is, hát ez egyik célom, hogy kertesházam legyen, mert akkor a kutyáimtól majd szépen fogom tudni öltönyt fölvenni, azt elmenni Pestre, DXN-es előadásra. Tehát ilyenek, vagy bárhova, akár mondjuk így úgyse hagynám őket otthon mondjuk így két napnál tovább, de mondjuk egy éjszakánál tovább mondjuk, hogy maximum kettő, de már nem az lenne, hogy rohannom kell haza bárhonnan, meg kimenni rettenetes gané, mocsok időbe, bármikor, akármilyen fáradt vagyok, akár hogy a térdem fáj, vagy valami bajom van. Tehát nem lennék így hozzákötve így ilyen szinten a kutyáimnak a biológiai funkcióihoz. Erről rengeteg videót csináltam, majd nézegesítek meg a csatornáimat, meg lájkoljatok, meg iratkozzatok fel a nagy ló izét, nem kell, nem mondom ezeket, direkt nem mondom tudatosan ezeket a dolgokat, mert nagyon sablonszöveg. Tehát ez, mondom, nem akarok nyugdíjas koromig dolgozni, valami pénzt is szeretnék keresni, meg kertesházat szeretnék, és hát a kertesház, ugye itt mondom, most miskolci vagyok, nagyvárosban szeretnék lakni, egyébként úgy igazából
az álmom az az, hogy Balatonra tudjak leköltözni, déli partra, valahova, valami jó helyre, egy balatonparti házba, ami persze itt így, főleg borsodi viszonylatban, meg nem is tudom, hogy milyen egy gusztustalan, nagyra vágyó dolognak tűnhet sokak szemébe, meg lehet, hogy igazából úgy, hogy csak az esélyeket, meg a fizetéseket nézzük, igazából az is, de mégis ezt szeretném, ha már úgy majd lehet válogatni, majd eljutok odáig. Tehát én ezért csinálom ezt az üzletet, azon kívül persze, hogy a termékeket amúgy is fogyasztanám, hogyha nem lenne benne üzleti lehetőség, mert olyan szinten jön be nekem, most csak a kávéról beszélek, máshol nem, mert ahogy megkóstoltam, éreztem meg, mert ugye a szponzorom, tehát az is, ahogy ő eleve egy halkszagú ember, és nagyon-nagyon-nagyon bőven a stílusa, kollégám egyébként ott, ahol most dolgozok, és hát, hogy megjegyez, még akkor egy másik üzlettel próbálkoztam, másik MLM-mel, és hát nagy szerényen megjegyezte, hogy hát ő is benne van egy MLM üzletbe, de úgy, hogy szinte senki nem hallotta körülöttünk, úgy mondta, és hát Ganoderma kávé, meg háromszor kérdeztem, hogy nem bírtam felfogni, mi az, tehát ez a pecsét viaszgomba, és mondom, kávé? És mi ez? Azt mondja, hát ettől a gyógygombától nem ég a gyomra, hogyha megissza az ember ezt a kávét, meg a vérnyomását nem haigálja föl a plafonba, hanem szépen szinten tart, és mégis élénkít. És én erre megmondtam, hogy hát ez valami hatalmas jó dolog, mert én imádnék kávézni, meg szeretnék néha egy kicsit úgy pörögni, még gyorsabban beszélni, meg még hülyébb lenni, és mondom, nem kávézhatok, mert nekem meg tönkre vágja. Tehát alapból magas volt régen a vérnyomásom, és már volt olyan, hogy megittam a kávét, ráadásul én hülye mondjuk egy biciklizés előtt, és aztán így éreztem, hogy le kell ülnöm, meg még meleg is volt, de bármilyen, tehát én ahogy volt, hogy túlkávéztem magam, akkor a szívem az így kalapált, és valamire nem éreztem jól magam. Na most itt a gombás kávéból akárhányat megiszok, semmi bajom tőle, tehát nem az, hogy én nekem kiugrik a szívem, hanem egyszerűen annyira jól érzem magam, hogy hihetetlen. És megkóstoltam, és még mondta, hogy ó, milyen jó, nézzem meg az oldalán, mert ott minden rajta van. Tehát igazából ennyibe kimerült a nyomulása a szponzoromnak, ahogy ilyen üzleti bemutatót tartott nekem, tehát nézzem meg az oldalát. És aztán beraktam szépen a könyvjelzőim közé, és minden nap, vagy akár két naponta, mit tudom, mikor kedvem van, mert feliratkoztam a hírlevelére, mindig elolvastam, ami éppen tetszett nekem, meg ugye közben adott nekem vagy pár tasak kávét, és akkor azt úgy megiszogattam. És egyre jobban kezdett érni, mondom az interneten, mondom, ilyen profi oldal, meg mondom ezért, és akkor hogy megfogott az egész, hogy mondom, ezt elég, tehát kirakja az ember mondjuk, hogy ezzel foglalkozik, és aki akar rámegy, nem kell vele nyomulni, nem kell házalni, illetve talpalni vele sokat, mert én az előző üzletet azt úgy csináltam, ez kicsit olyan jelen, kicsit ilyen direkt értékesítős volt, rengeteget mentem vele, de én akkor élveztem, csak így utólag visszagondolva, nem is, persze megint csak én nem csináltam jól valószínűleg, meg nekem nem jött be, mert vannak, akiknek az a cég, semmi baj a cége meg a termékekkel, nem mondom meg, mert akkor még azt mondják, hogy fikázom, de van, akinek nagyon jól megy, de én nekem így volt viszonyítás alapom, és azt mondom, hogy nekem ez a fajta online dolog, meg ez a hozzáállása, ahogy a DX-en dolgozik, illetve így hirdeti magát, ez nekem baromira bejön, és mondom, ez az weboldal, ez mondom, csodálatos, meg lehet ott blogolni, meg ott az én történetem, meg így nem is tudom, meg minden, és így, ez így egyszerűen így megfogott, hogy online network marketing. Tehát emlékszem, megláttam ezt a három szót, és így elkezdtem nyálogzani, hogy ez valami hatalmas jó dolog. És mondom, hogy még nem kell mászkálni bele, érted, meg termékeket kivinni, meg mit tudom én, és baromira sok időm elment ezzel. Úgyhogy hát így csöppentem én bele ebbe a dologba, és bárki bárhogy csinálhatja, mondom, öltönybe, pólóba, Bermudába, papucsba, strandpapucsba, ahogy akarja. Igazából teljesen mindegy, hogy csinálja valaki, mert mondom, a termékek működnek, a marketing terv működik, a cég működik, a bónusz, tehát a fizetés az minden hónapban megjön stabilan. Azt mondja, hogy most már nem akarok hülyeséget mondani, talán azt mondja, hogy 25 éves a cég, világelső Ganodermás cég, illetve mondhatjuk azt, hogy Ganoderma kávés cég is. De most itt leálltam az ilyen prezentált, vagy üzleti prezentáció jellegű dologgal. Tehát minden stabilan megvan, és itt csupán az van, hogy alapból az ember úgy dönt, hogyha személyes szimpátia alapján, tehát lehet valami bármilyen jó, de hogyha mit tudom én nem jövök be valakinek. De még lehet, hogy azt se fogja érdekelni, jó, mindegy, gyökér ez a kopasz gyerek, de mondom, de ez az üzlet, ez baromi jó, és akkor csináljuk. Ilyen is van. Meg elő fog fordulni biztosan. Tehát annyira teljesen mindegy igazából. Az ember ott van, csinálja, és minden működik tőlem függetlenül. Hát igazából az üzletnek a termékek tőlem függetlenül, és attól függetlenül, hogy én mit csinálok, jól vagy rosszul, ugyanúgy működnek. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezzel az üzlete csak az nem foglalkozik, akinek minden jó úgy, ahogy van.
És ez szerintem tényleg így van. Na most az a minden jó úgy, ahogy van, az persze lehet az is, hogy valaki esetleg, valakinek még nem elég rossz, és úgy jó, ahogy van, de ezt most nem, ne fokozzuk. Tehát tényleg ennél idézőben ilyen igénytelenebb, meg, tehát elvárás, meg kötelezettségmentesebb üzletet, mint a DXN gombás kávé üzlet, ennél még így nem láttam, és engem ez így megfogott. És igazából most hát egy ideje eljutottam arra a szintre, hogy kicsit túlságosan is kezdem magamat adni, de hát ez most vagy tetszik valakinek, vagy nem. Mindegy, nem fog rajta megsértődni. Az építő jellegű kritikáktól nem adtattó, semmiképpen nem. Úgyhogy én így ennyit szerettem volna mondani, aztán mindjárt fölveszem az öltönyömet, és megyek kutyát sétáltatni. Sziasztok, szép napot mindenkinek!